Sziasztok, ez újra hallgatok a Blu-ray Mustra rovatot, és azután a New York Bandai cikkbe adtam át, amit annól nem akartam megvenni, de miért ezt a költ is én 1100 forint körül be tudtam szerválni, ezért úgy értem, hogy legyen. Tehát vegyük meg, főleg úgy, hogy ez a verzió olyan jó verzió, ugyanis van egy másik kiadás, ami csak a filmet tartalmazza, az egyrészt alapból egy rosszabb változat is, nincsenek extrák vagy filmek, egyébként. Majd a film minősége is egy fos, mint képi, mint néha kicsit hangi minőségben, és inkább képi minőségben nem egy jó Blu-ray változat. Na, ennél a változatnál szerintem ez a helyzet. Ehhez még kapunk egy digitális másolatot is, és egy extra DVD-t. És a Blu-ray-en pedig maximális minőségűben a film anyagát. Tehát ez a jó verzió, ezt érdemes megszerezni, még aki akarja. Én már csak azért nem szeretem, hogy rendezte a filmet. Ez a film még nem a legjobbak között való, de azt kell mondanom, hogy a képi világa, a vizualitása, a művészeti része, illetve a színészi játék, például Daniel Lewis esetében kellően jó, az, hogy megnézzük azért ezt a filmet mindenki legalább egyszer. És itt most maximális élményben lehet részt, a Blu-ray miatt azért érdemesebb ezt választani. Főleg, hogyha ilyen DVD áron lehet tudom megvenni. De nézzük! Ez a film is ugye 2.37:1 és 16:9-es képarányjal látható Full HD-ben. Angol DTS Master Audio 7.1-jel, tehát itt nem spóroltak, és a hang is a magyar szinkron esetén DTS Digital Surround 5.1-ben. Magyar felirat látható rajta, 160 perces film, tehát nagyon rövid filmről beszélünk. És láthatjátok a képből a jeleneteket, hátul. Ezek közül az a film is 16:50 aluljáknak nem ajánlott, ugyanis egyrészt nem csak a beszédmód, hanem néha a brutális látvány is ezt igényli. Láthatjuk, hogy a Blu-ray diszkel is vannak extrák, hanem is nagy számban, de egy audio kommentár a Martin Scorsese rendezik közelődésével. Az DVD és extrák így készült a New York Bandai film 11 percben, 7000 kosztüm nyomá van, kisfilm ezekről 8 percben, a várost építők ezek kisfilm a diszletekről 22 percben, előzetesek, tévészpotok, színész interjúk 45 percben, az ország, mely az utcán született a történelmi háttér 13 percben, Cannes-i bevonulási bemutatták a filmet 7 percben, Cannes-i sajtótájékoztató 20 percben, New York Bandainak igaz története dokumentumfilm 35 percben, úgy YouTube The Hamilton Built America videóklip, ugye YouTube kicsit közelműködött készítőkkel, filmográfiák Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis és Cameron Diaz-tól. Digital Copy, a film digitális példány a számítógépre, kézi számítógépre, vagy mobiltelefonos tölthető formátumban. És ugye a főszereplők nem mások, hogy Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio és Cameron Diaz, aki mondjuk szerintem egy kicsit lehetett volna jobb is filmben, de DiCaprio-val és Daniel Day-Lewis számítanak, akár nincs gond. A film, ha jól emlékszem, 2003-as, 2002-es, valahogy így, 2004-es, nem tudom most pontosan hirtelen valamelyik három év közül. Szóval nem egy új filmről beszélünk, ennek ellenére mindenképp ajánlott. Úgyhogy nem. Hoppá, jó. Mi történt itt? Gyerekek. Milyen hülyén van ez? Látjátok, az egyik oldalon lett berakva a DVD-re az is. Hírség ez. Na, szépen visszarakjuk a helyére. Így már, oké, így már defi. Látjátok. Film. Extra. Egy ilyen vastag DVD lehet, mert ennyi cucc van rajta, nem kevés cucc. Tehát azért ez egy bőséges kiadás, ugye csak ajánlani tudom. A film ugye nem a legeslegjobb, ami csak lehet, viszont ezt kompenzálják a színészi játékkal, a vizualitással, az zenével, az érdekes látványvilággal. No és a sok extrával a DVD lemezen. Itt akartam a filmről mondani, úgyhogy nem tudom, hogy sziasztok!